szerzők talán nem sértődnek meg, ha azt mondom, hogy az élő szerző kifejezés csak félig érvényes rájuk. Nem azért, mert félig élnek, hanem azért, mert élő legendák az Istvánnak királyról, és hát a többi darabokról is, kiderült már, hogy milyen, kiderült, hogy mit alkottak. Ezen, hogy mondjam, ezt elrontani már nem lehet Alföldi Hoglertnek, meg nekem sem. Nyilvánvaló, hogy a mostani, az egy év múlva bemutatandó 30 éves István másképpen és másféleképpen lesz modern. Nem attól lesz modern, hogy szét lesz darabolva, mert ismerjük általában az olyan rendezői elképzeléseket, hogy attól modern, hogy szétszedi, aztán újraírja. Híve vagyok az élő zenekarnak. Két probléma volt eddig, a technikai feltételek és a pénz. Hát azért egy szimfonikus zenekar nem két fillérbe kerül. A playback az olcsóbb. Nem fogom elmondani a koncepciómat, és nem fogom elmondani, mert nincsen, hanem azért nem mondom el, mert mindenki azt kérdezte tőlem, amikor a titkosan ezt így kiderült, hogy én ezt csinálom. Jó, és kinek van igaza? Tehát ez volt a fő kérdés, bár nagyon sok embernek, amikor ezt valahogy megtudta, hogy én hozzá engedtek engem ezzel, vagy hogy együtt fogjuk ezt csinálni. És én nagyon fontosnak tartom, hogy sikerüljön egy olyan előadást csinálni, hogy odajussunk el, hogy mindenki elgondolkozzon azon, hogy kinek van igaza. És hogy ne egy válasz, semmiféleképpen nem egy választ fog keresni az előadás arra, hogy kinek van igaza, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy mind a két félnek akár lehet igaza, vagy mind a két félnek van valami, ami előre viszi ezt az egészet, amit úgy hívnak, hogy Magyarország.